témával folytatjuk, Andi vendége Hoffmann Rózsa. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Mert hogy ugye a hallgatói hálózat szervezett tegnapra egy tüntetést, és a vége az lett, hogy ultimátumot adtak, azt mondták, hogy a kormány keddig vonja vissza a felvételi keretszámokat, visszavonják-e? Mióta megkezdődött a felsőoktatás és a köznevelési rendszernek az átalakítása, elég sűrűn kaptunk ultimátumokat és ilyen felszólításokat. Ezek többnyire politikai célzatú üzenetek. Természetesen mindent megfontoltan készítettünk elő, a visszavonást nem gondoljuk komolyan. Ugye szó volt arról, hogy ön ezen a tegnapi tüntetésen felszólal, hogy meghívták, aztán nem hívták meg. Az ön szempontjából hogyan hangzik ez a történet? Kicsit furcsa történet volt, de nem érdemes sok szót vesztegetni rá. Kaptam egy meghívást, én úgy gondoltam, hogy egy államtitkárnak kötelessége szóba állni mindenkivel, aki a felsőoktatással foglalkozik, majd ezt letagadták. Hát ez mondjuk minősíti őket, úgyhogy én többet ők nem is foglalkozom ezzel a témával. Ők azt mondják, hogy egy félreértés történhetett valószínűleg. Hát nézze, egy megérkezett e-mailre válaszoltunk, ők is válaszoltak, úgyhogy nem tudom, hogy milyen félreértésről van szó. Mint mondtam, nem hiszem, hogy sok szót érdemes erre vesztegetni. Mit szeretett volna mondani ott a tüntetőknek? Én az egész országnak szeretném azt mondani, amit eddig is sokszor elmondtam. Láttam a bejátszásban, hogy egy a kormány szóvivővel együtt tartott sajtótájékoztatót is bemutattak, hogy megértsék az emberek, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a felsőoktatási rendszer egészen valóban átalakulásra szorul. Ezt senki nem is vitatta, nem is vitatja. Mégis vannak bizonyos politikai csoportosulások, amelyek úgy tesznek, mint hogyha mindent lehetne úgy folytatni ebben az országban, ahogy eddig volt, holott nem lehet. Olyan pályára kell állítani a felsőoktatást, amely egyrészt lehetővé teszi, hogy mindenki tanuljon, aki akar, aki tehetséges, akinek van elég tudása. Ugyanakkor feleljen meg a világpiaci kihívásoknak, járuljon hozzá az ország fejlődéséhez, segítsen újra termelni, elnézést a kifejezésért, azt az értelmiséget, azt a nemzeti értelmiséget, amely majd megint fel tudja emelni ezt az országot, legalább oda, ahol volt egy pár évtizeddel ezelőtt, majd még magasabbra, és emellett működjék racionálisan, olyan szakokra koncentrálja az adófizető állampolgárok pénzét, amelyek hozzájárulnak az ország fejlődéséhez, a gazdaság motorjai lesznek. És még azt is meg kell, hogy említsem, hogy olyan felsőoktatási rendszer épüljön, amely hozzásegít ahhoz bennünket, hogy legyenek ebben az országban orvosok, tanárok, mérnökök, hogy ne menjenek el innen a fiatalok, és így tovább. Nos, ezeket próbáltuk megoldani az új törvénnyel és azokkal a kormányrendeletekkel, amelyek ellen időről időre, mint mondom, különböző politikai csoportosulások tiltakoznak. Az élet ilyen, mindenkinek joga van a véleményét kifejteni. Igen nagy támogatottsággal haladunk előre a felsőoktatási rendszer átalakításában. Miért mondja, hogy politikai csoportosulásról van szó, hiszen ők azt mondják, hogy ugyan politikusok végül részt vettek ezen a tüntetésen, de nem a hallgatók hívták őket. Itt elsősorban egyetemisták, középiskolások és oktatók vettek részt ezen a tüntetésen. Miért mondja, hogy politikai csoportosulás? Ismerem azt az anyagot, amit eljuttattak hozzám is áttételesen. Hát semmi olyan szakmai vagy tudományos érv nincs benne, amiből azt feltételezhetném, hogy ez egy másfajta oktatás irányítási filozófia vagy gazdaság filozófián alapuló komoly szakmai tanulmány. Nem, itt egyáltalán arról van szó, hogy vonjuk vissza, mondjunk le, menjünk el a csodába. Hát ezek a politikából ismert jelszavak. Egyébként nehéz meghúzni a határt sok esetben a politikai és a szakmai érvek között, itt ez eléggé világos. Egyébként az is kiderült, hogy kevésbé a célokkal van a problémájuk, hanem ők azt mondják, hogy nem a határidő előtt néhány héttel kellett volna a keretszámokat bejelenteni. Tehát igazából inkább ezzel van a problémájuk, hogy nincs idejük igazán dönteni. Azt kérik, hogy egy évvel halasszák el a keretszámoknak az ilyen jellegű megváltoztatását. A keretszámoknak a módosulása az ismert volt hónapokkal korábban, tehát ez nem ért senkit sem váratlanul. A konkrét számok esetleg váratlanul értek egy-egy csoportot, de tudni lehetett, hogy változás lesz. És azon kívül induljunk ki egy fiatal gondolkodásából, aki arra készül, hogy jogász lesz, és tanul, és mindent alávet ennek, és félretesz szórakozás, sok mindent, úgy, ahogy ez normális egy 18 éves fiatalnál.
ő felvételizhet. Vannak jogászhelyek. Igaz, hogy kevesebb, de vannak államilag finanszírozott jogászhelyek is. Akinek mégsem sikerül ide bekerülni, annak viszont létrehozta a kormány a diákhitel kettő konstrukciót, ami lehetővé teszi minden egyes gyerek számára, hogy tanuljon. Akiben tehát ez a szándék nagyon erősen él, ő tanulhat. Folytathatja azt az életpályát. Csak erre azt mondják, hogy nem szeretnének úgy kikerülni a munkaerőpiacra, hogy eleve van nem tudom hány millió forint tartozásuk. Hát nézd, az élet tele van olyan dologgal, amit nem szeretnénk, mégis alkalmazkodni kell hozzá. A magyar diákhitel konstrukció az eddig is a legjobbnak minősített Európában jól működik. Ezt most egy komoly állami kamattámogatással egészítette ki a kormány. A diákhitel 2 azt teszi lehetővé, hogy valóban élethelyzettől függetlenül mindenki tanulhat azon a pályán, amit választott magának. Ezért egy olyan rugalmas, tényleg a szabad választás lehetőségét biztosító felsőoktatási rendszer indul most el szeptembertől, amelynek bevallom, vagy belátom, hogy vannak szokatlan az eddigiektől eltérő elemei, de működőképesek, és az egész világban sok hasonló rendszer működik, mégpedig nagyon jól működik. Most az emberek nagyon nehezen állnak át a változásra, ezt is lehet tudni, ez lelki alkattól függ. Tehát én megértem azt, hogy most sokaknak ez furcsa, vagy nem tetszik, ezért minden alkalmat megragadunk arra, hogy tájékoztassuk a fiatalokat, egy országjáró körútba is kezdtünk. Én magam is holnap például Miskolcra megyek, ma is egy ilyen állomás van, ha jól emlékszem, Pécset, hogy még minden lehet, eszközt megragadjunk arra, hogy akinek kérdése van, azt felvilágosítsuk. Meghosszabbítottuk a jelentkezés határidejét, tehát igyekszünk amennyire lehet humánusan az emberek érdekeire, lelki világára figyelve ezeket a változtatásokat levezényelni, amelyek hiszem, hogy senki számára nem okoznak és nem okozhatnak olyan a traumát, hogy itt valami óriási problémára kelljen gondolni. És biztos, hogy ebben teljes az egyetértés, mert például Lázár János azt mondta, hogy nem biztos, hogy a kormány jól mérte fel a magyar valóságot a felsőoktatási keretszámoknál. Hát nézze, egy ilyen nagy változtatásnál senki nem lehet 100%-ig biztos abban, hogy ez volt az egyedüli és legjobb döntés. Lázár János mondata vagy kérdése is bizonyos kételyt megfogalmaz, és nem állítást. Meg fogjuk látni egyébként. A mostani adataink azt mutatják, hogy nincs változás a tekintetben, hogy mennyien fognak jelentkezni a felsőoktatásban. Napról napra figyeljük, én magam is minden nap jelentést kérek arról, hogy hogyan állnak a felsőoktatási jelentkezések és érdeklődések, és az oktatási hivatal arról nyugtat meg minden nap, hogy körülbelül 100%-os arányt tekintve és abszolút számokat tekintve is nagyjából ugyanott tartunk, ahol tavaly és tavaly előtt ilyenkor. Most ez egy prognózis lehet már a tényleges jelentkezésre nézve, nem számítunk jelentős csökkenésre a felsőoktatási jelentkezést illetően, de kétségtelen, hogy a nyáron, már majd a felvételi eredmények után leszünk olyan tényadatok birtokában, amelyeket elemezni fogunk, és ha szükséges, akkor természetesen változtatunk, hiszen mi is, akár csak feltételezem, hogy a hallgatók, mi is az ország javát akarjuk, a fiatalok javát. Lehet, hogy a megoldási javaslataink eltérnek némelyekétől, de azt szeretnénk, hogy ez az ország felemelkedjék a felsőoktatásának köszönhetően. Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm szépen.